Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a hétköznapi honvédelem, Magyarország első és egyetlen honvédelmi elemző és vélemény műsora. A mai műsor az rendhagyó lesz, nem a stúdióból jelentkezünk, hanem innen a szabadból, innen a természetből, egy hasonló környezetből, ahol a magyar rendőrök és katonák végzik talán az egyik legfontosabb feladatukat manapság, ami nem más, mint a határok védelme. Magyarország határainak a védelme, és természetesen nem csak Magyarország, hanem ezzel együtt Európai Unió határainak is a védelme, hiszen a déli határ, a magyar-szerb határ az egyben a schengeni határ is. Itt ül mellettem Gyurica László, köszöntelek, szervusz! Köszöntöm, nézőket! Túlélési szakértő, és hát a magyar bozótmíves közösségnek az elnöke. Együtt voltunk lent ugye a határon. Te hogyan vélekedsz erről, hogy amit mondtam, hogy talán ez az egyik legfőbb feladatuk talán így a rendőröknek, katonáknak? Hát jelen pillanatban gyakorlatilag egy óriási népvándorlást él meg az egész Európa, az egész világ is, és valóban ez az egyik legfontosabb, sőt talán a legfontosabb a feladatuk most a rendőreinknek, katonáinknak, hogy olyan szinten tudják megvédeni a mi meglévő keresztény közösségünket, társadalmunkat, kultúránkat, hogy az megmaradjon az unokáink számára, érintetlen. Ugye nyilvánvaló, itt most ilyen nagy, mély politizálásba itt nem megyünk bele, természetesen nem a rendőrök és a katonák döntöttek arról, hogy ők oda lemennek védeni az országhatárt, hanem nyilván erre született egy politikai döntés. Mi most nem is ezzel a részével foglalkoznánk. A hármas határ ugye nem az a klasszikus értelembe vett hármas határ, amit szoktunk mondani, hogy a szerb, román, magyar, hanem ez is hármas határ, de itt a Duna túloldala határolja, ugye, ha jól mondom, a szerb és a horvát határt, illetve ugye a mi oldalunk természetesen a magyar határ. Ez nagyjából a Gevenci erdőnek a legdélebbi csücske. Ez a híres vagy hírhet 9-es szektor, ami egy része természetvédelmi terület, nemzeti park, nagyon nehezen védhető, mivel hát olyan környezet van, ahol nem lehet technikai... Mindjárt beszélünk erről is. Ugye ez Herceg-Szántó térsége végső soron, tehát Bács-Kiskun megye, Baranya megye határa. És hát ugye a Duna határolja, ugye ott a Duna jelenti az országhatárt. És a Ferenc-csatorna. És a Ferenc-csatorna. És hát itt ide mentünk mi le december közepén. Hát javasoltad te is, hogy érdemes lenne lemenni, ugye te korábban jártál már ott. Korábban jártam, én Csongrád megyében tapasztaltam, nagyon kíváncsi voltam erre a határszakaszra, mert volt nem kettő információm katonáktól, rendőröktől, hogy mi is van ott, és konkrétan a 9-es szektor érdekelt, amit, mint mondtam az imént, igen nehezen lehet megvédeni, mert nem lehet technikai eszközöket telepíteni, és amit láttunk, nagyon demonstratívan, élőerővel oldják meg ezt a technikai hiányosságot, illetve a mechanikai hiányosságot, mert máshogy nem lehet. Igen. Hát kezdjük azzal, és közben itt képeket is látnak a kedves nézők, hogy amikor megérkeztünk, akkor egy kicsit el voltam szomorodva ott az autó, hogy egy ilyen havas esőszerűség esett, és elég rossz idő volt, féltem, hogy hogyan fogunk tudni készíteni anyagot, és látszik itt is, hogy azért ilyen havas eső még esik, itt éppen a gát tetején megyünk, és nagyjából itt van ugye a szerb és a magyar határ, és itt megállunk egy ponton, és itt találkozunk, ugye vezet minket Torma Sándor rendőrezredes úr, aki kísérőnk volt ezen a napon, őtőle is néhány dolgot azért megkérdeztem, és megtudhatunk. Ez a rész, ez miről nevezetes, és mi ez a kapu? Ez itt a határ? Igen, ez a Herceg-Szántó határrendészeti kirendeltség illetékességi területén vagyunk. Most jelen pillanatban a D420-as határjel mellett, itt már a magyar, illetve szerb határ található. Hogy ahogy jöttünk ide, itt a gáton elég sűrűn álltak a katonák és a rendőrök. Ennek van oka, hogy ennyire sűrűn állnak? Igen, jelen pillanatban a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság, Herceg-Szántó határrendészeti kirendeltség, egy országos főirány, és azon belül is, ahol most állunk, ez a budzsaki része, a 9-es szektor, az illegális migránsoknak mozgásának a többsége ezen a területen realizálódik. A természeti adottságok miatt itt azért erősebb az élőerős. Igen, itt nem lehetett kerítést építeni, ez körülbelül 10 km hosszan, itt nincs technikai zár. Ez mennyire hat a mozgásra? Tehát ezt ők tudják, meg tudják, hogy itt jobban védjük a határt, és akkor ezáltal talán kevesebben jönnek, tehát lehet azt érezni, vagy igazából nem érdekli őket? Hát ez összetett kérdés,
mert természetesen ahol nincs akadály, ott jönnek az illegális migránsok. Mi ebből próbálunk lépést tartani, próbáljuk az erőinket erre a területre koncentrálni, de ennek ellenére, hogy ez a terület meg van erősítve, azért találkozunk illegális migránsokkal. Föltartóztatjuk őket, figyelmeztetjük őket, hogy Magyarország területén vannak illegálisan, jöttek be Magyarország területére, és a legközelebbi kerítés kapun figyelmeztetés és tájékoztatás követően átkísérjük őket a kerítés túloldalára, de még magyar területre. De innen az messze van, nem? Akkor vagy? Meg vannak határozva. Szállítani mindenkit oda. Igen, igen, meg vannak határozva azok a kapuk, ahol ezeket az átkíséréseket végrehajtjuk. Mi a tapasztalat? Ilyenkor újra próbálkoznak utána? Tehát van úgy, hogy már arcról esetleg megismerik őket? Mert... Természetesen vannak újra próbálkozók, és már vannak ismerősök is közöttük. Tehát az illegális migrációra egy óriási embercsempész szervezet tevékenység épült. Természetesen ők segítik az ő továbbjutásukat, de úgy tapasztaljuk, hogy mostanában csak a határig, és onnét próbálják meg megszervezni a továbbjutásukat, hogyha sikerül nekik Magyarország területére. Természetesen más a nappali határőrizet, és más az éjszakai, tehát éjszakára tudunk súlyozni az erőink eszközeinkkel. Akkor ez egy kedvenc hely, lehet mondani nekik? Tehát akik át akarnak itt jönni, mert hogy gondolják, hogy nincsen kerítés, akkor könnyebben sikerül kiállni. Azt gondolják, igen, hogy sikerül, de hát aztán megtapasztalják, hogy mekkora erőre rendelkezünk, és sikertelen lesz az ő próbálkozásuk. Ez a rész akkor itt, ez hol vagyunk? Ez most a Duna? Igen, Dunának egy holtága, az erdő mögött van a folyam. És itt jellemzőek az átkelések? Volt rá időszak, amikor itt is tartóztattunk föl illegális migránsokat, de jelen pillanatban csöndes ez a terület. És akkor hogyan csinálják? Átúszszák? Vagy itt van olyan, ahol lábbal is át lehet jönni? Csónakkal. Hát ez a vízállástól függ. Vannak olyan időszakok, amikor itt előttünk van holtág, ebben nincs víz. Tényleg? És simán gyalog át lehet kelni. Megnéztük a Dunai részt ott egész közvetlenül a parton, és utána elindultunk a gátakon, ugye visszafelé, és azt vettük észre, ugye amikor már jöttünk is ide, meg ott is, hogy elég sűrűn álltak a katonák. Most egy picit viccelődtünk is, hogy lehet, hogy miattunk állnak, de utána láttuk azt később is, hogy igazából ugye szükséges is ez. Abszolút szükséges, és nem miattunk álltak, ott van egy olyan szakasz, közvetlenül a hármas határ felől, tehát nekünk, ahol megyünk ott a déli irányba, jobbra, ahonnan igen, erősen veszélyeztetve van ez a terület, és komoly a migráns beállomás. Én amikor azért azt elmondhatjuk, tehát egyértelműen szerintem jól látszódik, hogy mi tényleg támogatjuk azt a munkát, és elismerjük azt a munkát, amit ott a rendőrök és a katonák végeznek, de így, hogy ott voltunk, és tényleg szemünkkel láttuk azt, hogy nem arról van szó, hogy beül az ember egy fűtött sátorba, és akkor ott végigviszi a szolgálatát, hanem valóban az van, hogy ott állnak az út szélén, ott kell figyelni sűrűn, mert mivel itt nincs ugye az a kiépített kerítés szakasz, ezért bármikor előfordul. Tehát nem lehet az, hogy akár ellankad a figyelme, tehát folyamatosan gyakorlatilag ott kell lenni. Ez azért egy elég komoly megpróbáltatás is nekik. 60-80 100 méterenként álltak a katonák, és és a rendőrök. Az a szakasz korábban egy sűrűn benőtt mezőgazdasági terület, azt hiszem kukoricám volt. Igen, most leanadták, kis gyönyörűen lehet látni. Hát végül is ugye mezőgazdaság, tehát ott termelnek, gondolom ott a helyiek, meg TS, stb. És nem ok nélkül álltak ott. Igen, más igen, igen. Na, erről beszélünk majd erről is. És igazából azt láthattuk tényleg, hogy itt a lakóházak között is, mert hát előfordulhat, hogy azért valahogy tényleg bejutnak ugye ezek az emberkék, mert ugye itt nincs kiépített határ, zöld határ van, meg tudják esetleg akár sötétbe az élő erőt úgy kerülni, hogy bejutni azért nagyon kevesen, vagy éppen nem is tudnak, de mégis szükség van arra, hogy úgy álljanak ezek az emberek, ezek a katonák, rendőrök, hogy adott esetben el tudják kapni őket. Így van, főleg azért, hogy nem árulunk el nagyon nagy szakmai titkot, vannak a migránsok között úgynevezett sétáltatók. Olyan migránsok, akik kifejezetten arra szakosodtak, hogy átvezetik a határon a másik migránsokat, utána elkapatják magukat, visszaviszik őket Szerbiába, és megint átjönnek a határon. Ez egy köztudomású dolog, hogy igen, vannak ilyen emberek is, és mert felvetődik az a kérdés, hogy ebbe a susnyás, vadregényes környezetben, hogy van helyismeretük, hogy tudnak közlekedni. Hát így.
Igen, tehát biztos, hogy valami ilyesmi is kell, hogy legyen. Amikor ott megérkeztünk, ez a Budzsoki híd nevezető ott a Ferenc csatorna rész, ott is ugye megálltunk egy kicsit, téged majdnem megtámadott ott egy kóborkutya, aki mondjuk egy katonával volt ott, mert hát nyilván a kóbor állatok is ott látják, hogy figyelnek itt rájuk, tehát vannak emberek, nyilván gondozzák is őket, amennyire lehetséges, vagy adnak az ellátmányukból nekik. És ott is ugye rohamcsónakokkal is közlekednek, megnéztük azt a részt is, és utána mentünk tovább, tulajdonképpen akkor indultunk már el be a határhoz. És akkor eljött a pillanat, amikor a határzár közé, tehát a két határkerítés közé elindultunk. Ugye ott Herceg-Szántó térségében van a Herceg-Szántói közúti határátkelő, és annak ugye a két oldalán onnan indult tulajdonképpen a kerítés. Hát itt az ezredes úr vezetésével ugye bejutottunk a két határkerítés közé, és hát gyakorlatilag ott sétáltunk végig. Ilyen közelről vagy belülről még te sem láttad? Belülről nem, mert amikor én voltam, csak egy oldalon volt kerítés. Aha. Tehát nem volt dupla kerítés, de ég és föld ahhoz képest, amit én tavaly tapasztaltam, tehát baromja komoly, demonstratív ez a szendvics jellegű mechanikai védelem, és akkor abban beépítve az elektronikai védelem, tehát a gyoda, a 8-as kerítés erősítője, betonvas acél, és akkor a kerítésen belül van a vágás érzékelő, van az elektromos jelzórendszer, nagyon-nagyon komoly, nagyon demonstratív. Hát ugye szükség is van rá, mert hát láttuk ugye a feliratokat, ugye a kerítésen több nyelven ugye meg van jelenítve, hát mondjuk jó, nem valószínű, hogy egy esetében ezt olvassák, de ettől függetlenül több módon is tájékoztatva vannak, persze azért nem gondoljuk azt naivan, hogy ők esetleg nem tudják azt, hogy mivel állnak szemben. Azért szükség van valószínűleg erre a kerítésre, itt a ezredes úrral szintén váltottunk néhány szót ez ügyben. Itt vagyunk akkor ugye a két kerítés között, ez gyakorlatilag akkor Herceg-Szántó területén vagyunk, mondhatni. Itt azért látszódik, hogy elég jól meg van erősítve a kerítés. Erre szükség volt? Igen. Amíg nem volt ez az acélháló megerősítés, akkor addig ezen a területen is elég sok illegális migráns mozgott. Amikor elkészült ez a megerősítés, pluszba különböző technikai rendszerek is telepítésre kerültek, azóta ezen a részen lehet azt mondani, hogy megszűnt az illegális migráns mozgás. Hogy itt is látjuk, ez nem az a fajta második kerítés, amit majd meg fogunk tekinteni. Ez kvázi egy vadkerítés, mert ide az adottságok miatt nem lehetett olyan szintű kerítést építeni, amit majd meg fogunk nézni. 2015-ös nagy migrációs nyomást sem nagyon érezték, hiszen megtettünk mindent annak érdekében, hogy ebből a nagy nyomásból a lakosság ne érezzen semmit. Elsétáltunk akkor ennek a kerítés szakasznak a végére, ami tulajdonképpen az eleje, mert hát ott kezdődik maga ez az egész... A Ferenc csatornától indul, egészen a román határig tart. Ferenc csatornától kezdődik, és ugye megnéztük, ott van ugye a Ferenc csatorna, itt próbáltunk rohamcsónakokat is várni, nézni, hogy lássuk őket, de sajnos épp azokban a percekben nem járőröztek arra. Ezen a részen még te sem jártál, tehát nem. Ez így akkor neked is. Nem, soha életemben nem jártam ezen a részen, tehát teljesen úgy dolgok sem. És hát amit láthattunk meg a képeken, amit önök is láthatnak, hogy itt is folyamatosan, tehát ugye a két kerítés között is folyamatos ugye a járőrözés, vannak úgymond felállított őrök, vagy felállított helyek, és gyalogosan és gépjárművel is folyamatosan járőröznek a rendőrök és a katonák. Igen, lényegesen kevesebben vannak természetesen, mint a 9-es szektoron belül, tehát ahol az élőerős védelem az nagyon fontos, de így is látható, hogy... Egy picit beszéljünk itt a... Már csak azért, mert ugye ott éppen minket is megkínáltak forró teával, tehát ott egy gépjármű járkált ugye fel alá. 12 órát szolgálatot kell kitartani a katonának. Nyilván azért komfortzónán túl, de hát ez a munka részben erről szól. Viszont amit én tapasztaltam, az a 63 MS mintájú katonai sátlak, tehát amiket tapasztaltunk, láttunk korábban, én jártam is ilyenben, van belül egy belső tér, olajkályhával fűtve, tehát egy olyan pihenő, melegedő hely van nekik biztosítva, ahol valóban fel tud töltődni a katona. És hát ez is elég sűrűn, tehát viszont relatíve sűrűn, tehát nem 5 méterenként, de megvan ez is. Ez konkrétan szabályozva van, hogy milyen távolságokban kell lenni. Tehát folyamatosan korlátlan mennyiségben kapják. Tudomásom szerint ellenőrzik, hogy van-e nála termosz, mert kiadják a termosz, hogy legyen a kint a katonánál, a rendőrnél forró tea. Korlátlan.
És akkor megnéztük ugye, ahonnan indul ez a, az egész tulajdonképpen ugye az egész határ szakasz, kerítés szakasz, és a közúti határátkelőnek a túloldalára is átmentünk, és ott már tényleg egy erősebb határszakasz volt, amit az ezredes úr el is mondott nekünk pár szóban. Most átjöttünk a másik oldalra, a határátkelőnek a másik oldalára, ugye ott van a hercegszántói közúti határátkelő, de itt már akkor másfajta a kerítés, ez miben különbözik? Igen, ahol az előbb jártunk, ott a második kerítés egy egyszerű vadkerítés, egy egyszerű drótháló. Itt már azért látjuk a második kerítésen, hogy 8 mm vastag acélháló lett fölhelyezve, illetve látszik rajta az intelligens jelző rendszer is, tehát azok a húzalok, amiben feszültség van. És ugye még a kerítés tetején szintén egy megerősített elem NATO drótok találhatóak. Azért komolyabb akkor itt a technikai védelem, úgymond, tehát az élőerő egy icipicit lehet kevesebb, bár igen. Nyilván a közelben vannak, ha bármi van, akkor azonnal tudnak reagálni, akár igen, a katonák, akár igen. A rendőrök, gondolom. Itt. Ezen a szakaszon így nem annyira jellemző, azért az átkelés közel van, az átkelő nyílt, a terepszakasz, tehát itt talán konkrétan itt nem tudom, hogy volt-e már behatolás így, amióta megvan ez. Nem igazán jellemző ezen a vidéken. Nem csak a kiépített rendszer ad egy biztonságot, hanem közelben van még a kirendeltségnek a stabil hőkamerája, ami tökéletesen rálát erre a területre. Így ez egy olyan lefedettséget ad, egy olyan biztonságot ad, aminek a következtében az élő erőt tudtuk csökkenteni. Természetesen nem nullára, hanem a mobilitást tudtuk itt erősíteni. Itt igazándiból gépkocsizójárőrök teljesítenek szolgálatot. Akkor ez már Szerbia, igen, ugye? Igen. Az még Magyarország. Itt akkor élnek, dolgoznak az emberek, földet művelnek. Tehát ők végül is akkor így együtt élnek ezzel, gondolom, azért igen. Ezt így támogatták, tehát az ő életükből is. Mert hát itt gondolom itt is volt azért vándorlás ezen a részen, errefelé. Tehát igen. Megtapasztalták az itteniek, tehát itt nincs olyan, aki azt mondaná, hogy mondjuk le a kerítést közülük, gondolom. Szerintem. Igen, kis eséllyel. Itt azért már láthattuk, hogy tényleg valóban azért egy, mind a két oldalon egy erős. Egy nagyon erős, élőerős védelem ezzel egyenes arányosan kevesebb volt, mert fölösleges. Borzasztó erős és komoly demonstratív dolog. Hát igazából nagyjából ezen a részen ért véget úgymond a hivatalos látogatásunk, mert az ezredes úr ugye kísért minket végig, megmutatott nagyon sok mindent, amire lehetőség volt. Nem árulunk el nagy titkot, hogy utána mi úgy terveztük, hogy az egész hétvégét ott töltjük lent. Hát most úgymond a hivatalos program az ennyi volt, és ezúton is hálásak vagyunk a belügyminisztériumnak, a rendőrségnek, az országos rendőrfőkapitányságnak, a sajtóosztálynak, a Bács-Kiskun megyei rendőrségnek. Tényleg nagyon sokan dolgoztak azon, hogy ide be tudjunk jutni, és ezt el tudjuk készíteni, ezt a kisfilmet. És hát este azért ellátogattunk ott a katonai táborhoz, mert van ott egy konténertábor a katonáknak. Ott megvacsoráztunk a tábor előtt. Van egy Fapuma Bece nevű kis büfé, ott megvacsoráztunk, nézelődtünk, és hát miután a civilben találtunk egy szállást, másnap azért még ott maradtunk, és kértünk arra engedélyt, hogy ugyan már nem a két kerítés közé, de hát természetesen valamilyen szinten ott közterületen járva, de mégiscsak katonák, rendőrök, hát tudják, hogy ott vagyunk, de azért még ott visszamentünk, körülnéztünk, hát ha rohamcsónakos katonákat, rendőröket látnánk. És hát akkor volt az, amikor kicsit te is leszakadtál, és elkezdted élni az életedet, hogy elmész, körülnézel arra felé, és akkor egyszer csak szóltál nekem telefonon, hogy siessek. Igen, azt vettem észre. Te fönn voltál a hídon, én meg lementem. És azt vettem észre, hogy egy hosszú oszlop, nagyjából 20 emberből áll oszlop, megy tőlem nagyjából egy olyan 60 méterre, 50 méterre. Jól látható volt, hogy rendőrök, katonák veszik körül ezt az oszlopot, nagyjából 20 migránst vezettek. Nagy örömömbe vagy izgalmamba hívtalak téged, hogy gyere gyorsan, mert itt van akció van, szaladtunk. És hát én értem oda hamarabb a saját kis akciókamerámmal, de hát sajnos nem tudtuk közel menni, mert nem lehetett, a rendőrök is, a katonák
ilyen esetben blokkolják a közvetlen környezetet, és hát természetesen eleget tettük a rendőrök katonák kérdésének. Nem azért mentünk, hogy ott a balhét, meg hogy valami balhét csináljunk, tehát igazából tényleg volt egy ilyen kérés, hogy még nagyon messziről sem mutassuk magát az elfogott migránsokat. Természetesen nyilvánvalóan eleget tettünk ennek, mert nem ez volt a lényeg, hogy mi ott most minden áron akkor az akaratuk ellenére, mert tényleg ott az intézkedés akkor kezdődött. Akkor kezdődött, és akkor volt ez folyamatban. Minden esetre érdekes volt így élőben látni egy ilyet, és ez is azt bizonyítja, hogy nem arról van szó, és most ezzel nem lebecsülni akarom a régi időkben, meg hát most is, amikor a laktanyákat, vagy akár bármilyen rendőrségi objektumot őriznek vagyonőrök, vagy éppen ugye régen a katonák, én is tanulókoromban még őriztünk ugye őrséget, készítettem fel őrséget, katonákat. Nyilvánvaló az is egy komoly feladat volt, de mégis kevesebb volt az, aki a laktanyába be akart jönni, ma nullához közelített azért, mint most, amikor gyakorlatilag naponta elmondható, hogy kapnak el így illegális behatolókat, nevezzük így őket, mert ők megsértik a magyar törvényeket. Tehát az, ahogy átvágja a kerítést, azzal, hogy kikerüli a felszólítás ellenére próbál bejutni, ez igenis törvénysértés. És hát igazából oda akarok kiukadni itt a hosszú mondat végére, hogy valóban itt ez láthattuk ezzel is, hogy ez tényleg igazi feladat, mondjuk így. Nekem nagyon érdekes volt látni, és mivel pontosan tudom térképen, hogy hol volt ez a hely, ettől nagyjából másfél kilométerre van az országhatár. Gyakorlatilag lakóházak között, ha azt veszünk, tehát majdnem... Ilyen morotvás, lakóházas területen kellett átvezetni valaki őket odáig. Igen. Mert egyébként hamarabb elkapják őket, akkor a lenti részen túlvetik le és vitetik el a csapatot. Igen, és érdekes, mondjuk akkor most talán felvetődik, hogy lehet az, hogy ennyire bejutnak, de hát igazából most tényleg 5 cm-enként nem állhatunk katona rendőr, viszont ez azt is jelzi, hogy tényleg még a határhoz közel. Bár ott ugye ilyen érdekes, tehát a határ is nem úgy van, hogy egy egyenes vonal hanem egy... Követi a Ferenc csatornát, morották vannak belőle, és igen, van, az embercsempészek nagyon felkészültek, és vannak olyan sétáltatók, akik bevezetik ezeken a érdekes részeken, általuk ismert érdekes részeken, a belső részbe, tehát országon belülre a migránsokat. Hát jó lett volna talán legközelebb, hát ha lesz lehetőségünk, hogy egy kicsit így akció üzemmódban nevezzük, igen. Így talán sikerüljön ebben részt venni, meglátjuk. De itt vagyunk Hercegszántó Karapancsa térségében, és itt a katonák, rendőrök nem arról van szó, hogy fűtött sátakban üldögélnek, hanem az útszélén járőröznek és figyelnek, azért, hogyha véletlenül bárki átjut, akkor el tudják kapni. Egyébként most ebben a pillanatban is tőlem jobbra körülbelül 50 méterre, innen nem látszik a töltésen, csak a katonák és a rendőrök éppen elkaptak egy behatoló csapatot, ami sajnos most nincs lehetőségünk még messziről sem rögzíteni, de teszik a dolgokat a rendőrök és a katonák, amit az látható. Nem árulunk el nagy titkot, ha megmondjuk, hogy ma december 31-e van, 2017. december 31-e van, és ezek a rendőrök, katonák jelenleg ott vannak lent a határon. Elég most a körülmények között már... Hideg van. Mi pedig megyünk bulizni. Én konkrétan megyek bulizni, te is hozzá a családodhoz. És az nagyon, emberek élik az életüket, jól érzik magukat, békésen ebbe az országban. Tehát ennek ára van. És ezt az árat ők húzzák meg. Igen, hát ugye a tömegek azért mennek, vannak, akik az utcákon szilveszereznek, vannak, akik házi buliba, van, aki a házi buliba is, meg az utcán is, jól érzik magukat, vásárolnak trombitákat, állarcokban, koncerteket néznek, akár ilyen szabadtérit is, és nyilvánvaló, hogy én úgy gondolom, hogy azért talán ne ostorozzuk őket, hogy minden pillanatban nem gondolnak azokra, akik tényleg lehetővé teszik azt, hogy azért biztonságban és mindenféle különösebb atrocitás nélkül érezhesse jól magát az ember, érezhesse jól magát a társadalom és a lakosság. De ezzel együtt, hogyha bárki megteheti azt, hogy nem csak szilveszterkor, nem csak ilyenkor, nem csak karácsony vagy december felkészülés az ünnepekre, hanem egyébként is, hogyha rá tud szánni néhány pillanatot, vagy néha eszébe jut, hogy tényleg azért vannak, akik ezt a hát munkát és hivatást végzik, ami, mondom még egyszer, talán így látható volt jól az egész anyagból, hogy nem egy alibi jellegű dolog. Nem arról szól, hogy csak tényleg
egy meleg autóban vagy egy meleg sátorban vagyok, hanem ott adott esetben tényleg intézkedni is kell. Nyilván nem abból áll a 24 órájuk, de ugyanúgy figyelni kell. De és hát az, hogy talpig esővédőben. Hát így van, időjárástól függetlenül. És hát ne felejtsük el, hogy azzal együtt, hogy éppen nem kapnak el senkit, az lehet, hogy pont azért van, mert azok, akik át akarnak jönni, törvénytelenül be akarnak jutni Magyarországra és az Európai Unióba, pontosan azért nem jönnek, mert látják azt, hogy igen, itt egy erős védelem van. És én mondjuk ezért nem tudom egyébként elfogadni azokat a hangokat, akik azt mondják, hogy de mert minek kell kerítés, meg minek vannak ott a rendőrök, katonák, amikor nem is jön senki. Hát pontosan lehet, hogy azért nem jön senki. Mert hogy ott van ez az élő erős, és természetesen a technikai védelem is, ami elég erős. Ha lesz rá lehetőségünk, akkor szívesen ellátogatunk még oda, és talán akkor kicsit részletesebben is, hát ha be tudunk majd számolni, akár még a rendőrök, akár még a katonák körülményeiről is. Én úgy gondolom, hogy a mostani lehetőséget megköszönjük azoknak, akit már korábban említettem. Én bízom benne, hogy lesz még lehetőségünk lemenni. Én köszönöm szépen neked is, hogy jöttél, hogy mentünk, hogy ott voltunk. Köszönjük mindenkinek a lehetőséget, aki biztosította azt, hogy mi oda lemehessünk. És hát még egyszer, én csak azt tudom mondani, hogy aki teheti valamilyen módon, tényleg fejezze ki a megbecsülését a magyar rendőröknek és a katonáknak, hogy ezt a munkát végzik. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy megtekintették ezt az adást. Találkozunk legközelebb, a viszontlátásra. Viszontlátásra.